következőben azt fogjuk megvizsgálni, hogy egy ilyen levegővel felfújt, kicsire felfújt lufi hogyan viselkedik a vákuumbúra alatt. Megjelezzük a tömítést, betesszük a pici lufit, betesszük a harangot, és a szelepen keresztül csatlakoztatjuk akkor a szivattyút, szelep nyitva van, és akkor elindítjuk a szivattyúzást. Figyeljük meg azt, hogy a lufinak hogyan változik meg a térfogata mérete, annak következtében, hogy a harang alatt vákum jön létre. A szemmel látható, viszonylag gyorsan a lufi térfogata növekszik. A magyarázat az, hogy a belső nyomással a lufinak változatlan marad, de a külső nyomás ne csökken, emiatt kifelé kell, hogy a kisebb nyomás felé táguljon. És viszonylag gyorsan azt eredményezi, hogy a lufi kitör ki a teret. A vákuum teret egészen addig természetesen, amíg ez a csökkentett nyomás a lufi külső oldalán fenn nem marad. Most lezártam a szivattyút, de el van zárva a szelep, tehát megőriztük a vákumot. Most leszedem a csövet, és hát kinyitom a szelepet, ugye ilyenkor legtöbbször az szokott történni, hogy kifelé jön valami, de itt ugye az a furcsa helyzet van, hogy belül kisebb a nyomás, tehát a levegő befelé fog áramlani. Ezt adott esetben egy kis papírlappal ellenőrizhetjük is, ami érzékenyen hát reagál arra, hogy a levegő merre mozdul el. Jó, tehát itt látjuk, hogy a papír befelé nem, a lufi pedig hirtelen viszonylag gyorsan visszanyerte az eredeti alakját, hiszen a nyomás kiegyenlítődött. Lufis kísérletnél, amikor piros lufit tágítottuk a harang alatt, ugye az volt a magyarázat, hogy a külső nyomás csökkenése miatt a belső nyomás állandósága azt eredményezte, hogy kifelé tágult a lufiban levő levegő. Most ezt a kísérletet kicsit hát tovább lehet gondolni, és hogyha nagyon kicsi lufikat helyezünk el, konkrétan egy habot, aminek az apró kis részei nagyon apró kis lufiknak képzelhetők, akkor ennek a habnak a kis apró lufiai is képesek tágulni, és sok kicsi lufinak a viszonylag kis tágulása végül egy nagy térfogat változást eredményezhet a csökkentés következtében. Próbáljuk ezt meg, egy egyszerű vizes pohárba tettem kézmosáshoz használt habot, ami nem is túl sokat, a pohárra erre nagyon keveset. Most kiszivattyúzzuk a levegőt. És a hab nagyon látványosan, nagyon gyorsan átment egy ilyen tágult állapotba, és a nagyon eredetileg alig látható különálló kis gázbuborékokból ilyen nagy gömbök lettek, ami a bura falánál különösen nagyon jól megfigyelhető, hogy milyen nagy térfogat változáson ment át a hab. Ennek következménye az is természetesen, hogy némi kipukkanások létrejönnek, és a falnál főleg ezek a buborékok elduranak. Most, hogyha a levegőt hirtelen beengedjük a búra alá, akkor nyilvánvalóan a külső nyomással megegyező nyomás lesz, és akkor ezek a buborék méretek meg kell, hogy változzanak. Nézzük meg, hogy hogyan. Gyakorlatilag pillanat
szerűen összelapította ezeket a buborékokat a nyomás, és igazából a hat helyett végül folyadékot kapunk a búra belsejében, tehát amennyire itt ez a papíron látszik, egy ilyen szappanos víz, ami visszamarad az egész